olvastam a Védett Társadalomnak a internetes oldalán, hogy Tóth Máté úr, aki úgy tudom a szervezetnek a budapesti ügyvívője, képviselője, megbízottja, ő tett egy nyilatkozatot, miszerint február 17-e az egy olyan határidő, amik a nemzetközi politikába, amikor a YouTube-ot, illetve a Facebookot valószínűleg Európai Uniós ellenőrzés alá veszik. Tehát teljes mértékben kivonják a magyar hatóságok felügyelete alól. Most önök mondhatják, hogy hát annyi baj legyen, önök úgyse használják ezeket a platformokat, de ez nem ilyen egyszerű. Azért nem, mert egyrészt választás előtt állunk, másrészt az úgynevezett társadalmi vagy social médiával, hogy nagyképűen mondjam, ott nagyon nagy szerepe van ennek a két platformnak. És ugyanakkor, ugyanebben a cikkben Huth Gergely arról nyilatkozott, hogy a pesti srácok az pótlandó ezt a két fórumot, indít egy hasonló lehetőséget. Nagyon köszönöm, hogy ránk szánják az idejüket ezen a egyébként kellemes napon. Nem tudom, hogy kinek milyen élménye volt a mai nappal. Megmondom szintén, hogy nem könnyű egyik helyről a másikra járva előadásokat tartani, hiszen mindenhol más közönséggel találkozunk. Ugye van a könnyű közönség, akinek úgy lehet handa bandázni. És van a nehéz közönség, aki fölkészült, sőt, szerintem sokszor még bizonyos témákban jobban is fölkészült, mint az előadók. Hát ott azért nem könnyű. Önök ezek, meggyőződésem szerint, mert amit a paláver összerak és össze mondjuk úgy integrál, ott az gyakorlatilag az információ alapján működő közösség, amihez én gratulálni szeretnék ezúton is, hiszen önök nagyon sokat tettek, higgyék el, azzal, hogy léteznek, azzal, hogy beleszólnak a politikába, azzal, hogy orientálnak bizonyos tendenciákat, és ennek úgy gondolom, hogy a társadalomra nézve rendkívül fontos, hasznos szerepe van, mert a kérdésre is válaszoljak, ne kerülgessem itt a dolgot, higgyék el, hogy alapvetően át fog alakulni az a fajta trend, amelyet mi eddig megszoktunk politika, társadalom, politika, civil világ és politika lehetőségek között. Mégpedig azért fog megváltozni, mert gyakorlatilag a világ tendenciája az, hogy a politika maga háttérbe szorul egyre inkább olyan erőkkel szemben, amelyek láthatók vagy nem láthatók, de minden esetre gyakorlatilag a politika fölött képesek működni. Ilyenek például ezek a nagy tech cégek, amiről itt szó volt, tehát a Facebook és hasonló rendszerek, hiszen ők magántulajdonban lévő intézményekről beszélünk, és mégis determinálják, meghatározzák a világpolitika folyamatait. Nyilván ezzel ők is találkoznak. Ugye a dr. Tóth Máté kollégánk, ő a Budapest Bizottságunknak a vezetője. A Budapest Bizottság a Helsinki Bizottságnak az ellentetje. Tudják, hogy mi a Helsinki Bizottság? Egy olyan jog, mondjuk úgy fabrikáló társaság, aki az abnormalitást próbálja védeni és elhitetni, hogy az a helyes. Ezzel szemben mi létrehoztunk egy másik jogi csapatot, nagyon tehetséges fiatal magyar jogászokkal, és direkt Budapest Bizottságnak hívjuk, hogy még ez is frosszízzuk egy kicsit a másik oldalt. Az ő dolguk pontosan az, hogy figyeljék a világban folyó tendenciákat, és az elmúlt két év során elég sok beterjesztésünk volt, többek között például a platform törvényen keresztül más olyan mondjuk feltételek megteremtéséhez a kormány irányába, amelyen azt gondoljuk, hogy a társadalom szempontjából fontos, és rendkívül káros lenne, hogyha ezeket a mondjuk úgy folyamatokat figyelmen kívül hagynánk. Az egyik ilyen, ugye a pesti srácok szóba került, említetted, ugye őket letiltotta gyakorlatilag a Facebook. Mindenki mást is le fog tiltani, hogy egyszerűen fogalmazzak. Tehát lehet itt sopánkodni, meg reménykedni, de mivel egy ellenséges erőtérrel állunk szemben, nem ma mondom, nyilván aki emlékszik egy-két korábbi nyilatkozatomra, évek óta mondom, hogy háborúban élünk. Nem fegyverekkel folyó háborúban, hanem sokkal hatékonyabbnak ható és súlyosabb körülményeket teremtő háborúban.
Hiszen nézzék meg, megszerzik a fiataljainkat, őrült irányokba terelve a gondolataikat. Nézzék meg, figyelmen kívül hagyják a törvényeinket, figyelmen kívül hagyják a szokásainkat, le akarnak szoktatni minket arra, hogy magyarok vagyunk, hogy mik a hagyományaink. Ezt mind teszik velünk, ez egy háborús helyzet, ahol van két fél, a normalitást képviselők, a társadalmak alapvetően, és az abnormális történeteket ránk erőltetni akaró erőterek. Ez egy háború. Tetszik vagy nem, nagyon is uraim, önök katonák. Akár, hogy is gondolják, akár voltak vagy nem, az idősebb urak, azok nyilván konkrétan voltak katonák is, tudják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy az ellenséggel szemben stratégiákat és taktikákat kell felépíteni, hogy önmagunkat meg tudjuk védeni, mert, és ezt megint a katonáknak mondom, az én gyengeségem az ellenfelem erejét automatikusan növeli. Ez tényszerű, történeti tény. Na most a Facebookra visszatérve, azért fognak minket letiltani, mindenkit, aki mást mond, mint az ő narratívájuk, mert ebben a háborúban a fegyvereknek tulajdonképpen teret adnak ezen keresztül. Ezek a fegyverek, a kommunikáció, a befolyásolás, mindaz, amely az önök és mindenki más mondjuk úgy gondolkodását, élményeit, személyiségét meg tudja változtatni abban a narratíva irányába, amelyet ők szeretnének. És amelyik egyszerű. Minden hatalom, minden eszközrendszer legyen az övék. Mi pedig ilyen jó szolgák módjára majd akkor végrehajtjuk azt, amit ők szeretnének. Nem lesz rossz dolgunk a szónak abban az értelmében, hogy kellünk, mint fogyasztók, hölgyeim és uraim, tehát lesz még pénzünk is, hogy így fogalmazzak, nem tudunk tönkre menni, nem tudunk az utcán kóborolni üres zsebbel, de annak az lesz az ára, hogy csak és kizárólag abban a formában és abban a keret történetben, amit ők szeretnek. És azokkal a mondatokkal foglalkozunk, amit ők hallani akarnak tőlünk. És hogyha a Facebookon nem ezek lesznek, akkor szépen mindenkit le fognak kapcsolni. Egyébként a Védett Társadalom Alapítványnak már megjött a pesti srácok mellett után a figyelmeztetés, a következő alkalom is letiltanak. Nem tudjuk kideríteni, hogy mi volt a bűnünk, azon kívül, hogy létezünk. Le fognak tiltani, ez nem kérdés. Mást mondok, ugye a hírlevelünk, ami hetente jelenik meg, gondolom néhányan olvassák azt is, több mint 30 ezer címre küldjük ki, tehát ennyi a pillanatnyi általunk ismert felhasználó. Ugye most legutóbb megjelent egy YouTube anyag, ami arról szól, egy reklámanyag tulajdonképpen, hogy készítettünk egy tananyagot, amelyek a gyermekek szexuális felvilágosításával foglalkoznak. Nagyon komoly szaktekintélyek készítették. Pszichológusok, tanárok, pszichiáterek és minden olyan szakember, akinek ebben feladata van, szemben azzal a fajta érzékenyítő tendenciával és technikával, amit eddig ugye az iskolákban, meg az egyetemeken próbáltak ezek az LMBTQ-sok terjeszteni. Egy kidolgozott tananyag. És ennek a reklámját beraktuk a hírlevélbe, 500 megnyitást engedélyezett a YouTube. Na most, tehát nem csak az a kérdés, hogy letiltanak-e. A kérdés az, hogy az is meggyőződésem, hogy a 30x ezer fölhasználó a hírlevelünknél nem jut hozzá. Nem tudja megnyitni. Csak így pörög ez a kis karika, nem tudom, hogy találkoztak-e ezzel, nyilván igen, és nem tudom megnyitni. Akármit csinálok. Mert ezek tendenciózusan kiosztott történetek, például arról, hogy egy ilyen típusú információt azt kénytelen továbbítani, hiszen ugye azért ilyen értelemben ez neki is megéri, mert reklám is egyéb bevételt jelent, de nem engedi meg, hogy tömegbefolyás gyakoroljon, azzal, hogy limitálja azt a számot, ami egyáltalán megnyithat az emberül. Tovább megyek. Ugye Bill Gates bejelentette, hogy a választások tisztaságára való tekintettel, itt nyilván most nem az Európai Unióra gondolt, hanem majd az amerikai választás ugye az év második felében, a Microsoft által készített hardverekben olyan impulzusokat fognak berakni, hogy aki nem megfelelően viselkedik, egyszerűen a gépét lekapcsolják. Nem a Facebookot kapcsolják le, nem a kommunikációs platformokat csökkentik, hanem magát, azt az eszközt, amin önök, meg mindenki más, meg főleg Amerikában nyilván, az emberek a mindennapjaikat élik. Ki fogják kapcsolni, ha azt tapasztalják, hogy olyan információk mennek bizonyos személyeken és mondjuk hálózatokon keresztül, amely nyilván nem a demokraták által elképzelt szöveget és tájékoztatást jelenti. Elképesztő
mondom, az fölényben vagyunk, de azt tegyem gyorsan hozzá, ugyanakkor nem vagyunk elképesztő bajban, higgyék el. De hogy miért nem, erről majd nyilván a későbbi kérdéseknél visszatérünk. És csatlakozva ahhoz, amit Földi úr elmondott, annyit szeretnék mondani, hogy szeptember közepén volt a világ, az ENSZ-be egy közgyűlés, ahol a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is szót kapott, illetve volt olyan téma, ami őket érintette, illetve ők proponálták. Azt tudni kell, hogy ennek az Egészségügyi Világszervezetnek van egy elnöke, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aki egyébként mellesleg, vagy nem mellesleg, egy etióp bolsevik kommunista, nyugodtan nevezhetem tömeggyilkosnak, mert több ottani, hogy úgy mondjam, lázadást vagy forradalmat fegyverrel levert, igen, és a Zsuzsa súg nekem, ráadásul nem is orvos. És az Egészségügyi Világszervezetnek a szponzorai, a legnagyobb szponzora a Bill & Melinda Gates alapítvány, tehát megint Bill Gateshez jutunk vissza, illetve a Rockefeller Foundation, mint alapítvány, és azt nyilván mindenki tudja, hogy ha egy társadalmi szervezetet, egy vagy több magánjellegű alapítvány szponzorál, akkor nyilvánvaló, hogy annak az alapítványnak az igényeit fogja teljesíteni. Na ott, ezen a közgyűlésen bejelentették, hogy szeretnék átvenni a világ összes országának, ENSZ tagállamoknak az egészségügyi irányítását. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ tagállamoknak a polgárokra is, meg az országokra is vonatkozó összes egészségügyi információját, azt majd az Egészségügyi Világszervezet fogja adatbázisban tárolni, és ők fogják megszabni, hogy mikor van világjárvány, mikor lehet kimenni az utcára, mikor lehet vásárolni, egyáltalán mit lehet csinálni egy társadalmon belül. Majd múlt év szeptember 30-áig adtak határidőt arra, hogy a tagállamok ehhez mit szólnak, vannak-e, lesznek-e kiegészítő javaslatok, egyebek. Nem tudom, hogy voltak-e ilyenek, de azt tudom, hogy összesen 11 afrikai tagország, meg India, az Európai Unióból Észtország, meg Szlovénia bejelentette, hogy nem. De majd idén, májusban lesz az a közgyűlés az Egészségügyi Világszervezetben, ahol ezt rá szeretnék erőltetni a társadalmakra. Hozzá kell tegyem, hogy sem az ENSZ, sem az Egészségügyi Világszervezet nem felügyelő hatósága, nem felettes szerve a legitim kormányoknak. Úgyhogy ez egy másik ága annak, amit Földi úr az előbb említett, ugye itt a kommunikációval kapcsolatban. Ez a háborúnak egy másik szegmense, egy másik frontja, és még van nagyon sok, például a készpénznek a szándékozott megszüntetése, erre is nagyon sok és szép mézes madzagokat találtak ki, vagy pedig például Kínában már működő az arcfelismerő rendszerek, amelyel szintén az egyéneket a szó legszorosabb értelmébe kontrollálják, és akkor ott vannak ezek a úgynevezett társadalmi kreditek, ami arról szól, hogy ha a polgár nem úgy viselkedik, ahogy ő nekik megfelel, persze ez már a készpénz beszüntetése után történne, akkor esetleg csökkentik a havi jövedelmét, és így tovább. Kérdésem az akkor, hogy Földi úr ezek közül bármiről, amiről szeretne. Az a mondat nagyon, az a mondatrész nagyon jó volt, hogy ezek összefüggő történetek. Tehát itt az a rendszer, amelyen mi szemben állunk, nagyon sok vonalon teszi a dolgát, és ennek egyik eleme ugye a mindenáron való világkormány kiépítése, kialakítása. Jelentem tisztelettel, ez az elképzelésük meghalt. Nem fog bekövetkezni. El fogom magyarázni, hogy miért gondolom ezt. Az egyik ilyen éppen mondjuk mutatója annak, hogy ők is érzik, hogy nem fog megtörténni, amit elterveztek,
az pontosan a WHO szerepének a megnövelése. Hiszen azt hiszik, hogy az emberek, látva egyébként a COVID-pandémiának a körülményeit, meg egyáltalán az egész hisztit, ami ezzel kapcsolatban volt, hogy az emberek azért az egészségükön keresztül jobban megfoghatók, jobban irányíthatók, jobban kezelhetők abból a szempontból, hogy egy irányba menjenek, hogy elfogadják ugye a narratívákat. És ebből alakult ki az a logika, hogy akkor nézzük meg, hogy az egészségügyi rendszer központosításán keresztül hogyan lehet valóban megvalósítani ezt a centralizált világot. De ismételni tudom, amit említettél, ezek nem hatósági rendszerek. Tehát az ENSZ-től kezdve, egyébként magunk között szóval, az Unió is, ezek sóhivatalok. Mert semmiért felelősséget nem vállalnak. Nézzék meg, miért vállalnak felelősséget? Hoznak egy döntést, azt bevezetik vagy nem, elfogadom vagy nem, és utána, amikor abból botrány van és balhé van, akkor azt meg a kormányoknak kell valahogy kiegyenesíteni és kezelni. Hiszen ők azok, akik mind jogilag, mind választótestületileg és minden szempontból felelősek egy társadalom működésért. A nemzetközi rendszerek nem. Tehát ennek az elmúlt 70 évnek többek között például az egyik igazi nagy trükkje, és ugye ez engedjék meg, ez a valamikori szakmám volt, hogy az operatív módon való építkezés. Ez azt jelenti, hogy ne lássák, hogy mit csinálok. A háttérben, a mélyben építem fel a struktúráimat, rendszereimet. Volt, amit kiraktam a kirakatba, ez volt az ENSZ, és volt, amit nem raktam ki a kirakatba, ezek voltak a háttérkoncepcionális hálózatépítések, amiből egyszer csak NGO-k keletkeztek, mert megint kiraktam őket a kirakatba. Amikor úgy éreztem, most a másik félről beszélek, hogy eljött az idő, amikor megmutathatom az erőmet a világnak, hogy lám-lám, én már fogom a pénzt, azaz fogom a gazdaságot, fogom a politikusokat, hiszen én neveltem ki nagy részét, nagyon sok nyugat-európai politikus, higgyék el, nem hazáruló. Tehát reggel a tükörben néz, és nem azt mondja a német kancellártól kezdve a svéd miniszterelnökig, hogy én pedig egy utolsó senkiházi vagyok, mert tönkreteszem a saját országomat, hanem azt mondja a tükörképének, hogy én végrehajtom a feladatot. Amit nekem adtak. Tudják, hogy mi a különbség? Óriási. Óriási. Pszichésen az adott ember szempontjából. Ja, hogy egyébként erkölcsileg, ja, hogy egyébként ettől még ő bűnöző, az rendben van, de a saját logikája szerint ő nem bűnt követel, amikor ezeket az őrültségeket csinálja, hogy elvágja Európát az olcsó energiától, lásd németek, tönkreteszi azt az ipart, amit 70 éven keresztül az emberek nagyon kemény munkával építettek föl, óriási erőfeszítéssel, kreativitással, akarattal. Svédekről ugye pláne itt van, aki ugye Svédországba települt, vagy menekült haza, hogy mondjam. Tehát egyszerűen ezek a rendszerek a 70 év építkezésének a hasznát most akarják learatni. Ennek az egyik iránya, nem kellenek nemzetállamok, szlogeneket mondok, amiket önök pontosan tudnak, csak foglaljuk össze, nem kellenek olyanok, akik szembe mennek ezzel a trenddel, mindenki legyen egységes. A WHO ezt akarja. Május végén lesz az az ülés, említetted, amikor végérvényesen kvázi meghatározzák az operatív megoldását annak, amit egyébként a magyar kormány sem tagadott meg. Nem írta alá, de a semlegesség az tulajdonképpen elfogadást jelent az ő logikájuk szerint. Egyébként érdekes mondom, Fico nagyon keményen szembe ment ezzel a trenddel, nyilvánvalóan igaza is van. Tehát ez persze nem jelenti azt, hogy mondjuk erre a térségre nem fog vonatkozni ez az elképzelés. De, és itt jön a következő lépés, melyik kormány mit fog tenni? Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy ki mit írt alá, az egy dolog, ez papír, hanem hogy fogja bevezetni. Bevezeti vagy nem? Aktualizálja vagy nem? Szembe megy tulajdonképpen a trenddel vagy nem? Ebben én nagyon reménykedem, hogy a magyar kormány szembe fog menni, hiszen ez egy teljes öngyilkosságot jelent, egy társadalomnak a teljes egészségügyi rendszerének a sútba dobását, és egyáltalán micsoda elképzelés ez. És majd, hogy elkészült már állítólag, most egy pletykákat fogok mondani, elnézést, állítólag már az X vírus elkészült, amire azt mondják, hogy olyan 20-30-al erősebb, mint a Covid hatását tekintve, tehát pusztító hatását tekintve. Nem tudom, hogy mi erős és mi nem, de egy biztos, nagyon meg kell gondolni, hogy hogyan reagálunk majd ebben a helyzetben. Most ebben én nem kívánok észt osztani, meg még irányt sem, csak azt akarom mondani, hogy tanuljunk azért azokban az eseményekből, amin már túl vagyunk. De ők ezt eltervezték. Honnan tudják, hogy jön a vírus? Honnan tudják, hogy ebből pandémia lesz? Honnan tudják, hogy föl kell készülni az ellenrendszerre? Hát onnan, hölgyeim és uraim,
megint csak nem ebben a körben kell ezt magyaráznom, evidencia, mert ez üzlet. Ez semmi más, mint üzlet. Egy sztori arról, hogy hogyan lehet maximalizálni tulajdonképpen azt a mondjuk úgy erőteret, pénzt és gazdasági hátteret, amivel ők rendelkeznek. Mert hogy számukra, ezeknek a bizonyos blogoknak, a nemzeti megoldások azok picik. Tehát ők nem Amerikában gondolkodnak, nem is Európában, hanem a teljes gazdasági, globális rendszerben tudnak gondolkodni, mert mondjuk vegyük a BlackRockot, amelyik ugye most gyakorlatilag megvásárolta Ukrajnát, ő egy olyan cég, amelyik minden tulajdonnal rendelkezik, ami ahhoz kell, hogy háborút indítson, hiszen fegyverüzletben benne van, a gyógyszeriparban nyilván benne van, mert a sérülteknek kell sok minden, aztán benne van az újjáépítés, azaz a építőiparban és az ehhez szükséges beszállítóiparokban, a mezőgazdaság egy nagyon erős, frekventált tulajdoni hányada, és minden mögött érdekes módon egy bankrendszer jelenik meg. Tehát egy cég egyébként olyan GDP arányosan, ami több országnak az ország szintű GDP-t meghaladja, rendelkezik hatalommal. Önök szerint ő abban gondolkozik, hogy mi jó Amerikának, vagy mi jó Európának, vagy pláne mi jó az ukránoknak? Nem. Ő abban gondolkozik, hogy mi jó nekem, logikus módon. És nekem az a jó, hogyha háborúk vannak. Mert ha háború van, utána pusztítás van. Ha pusztítás van, akkor újjáépítés lesz. És igazság szerint az örökös fejlődés, vagy hogy mondják ezt a fenntartható fejlődés. Hát ne haragudjanak, magyarul is abszolút kifejezés. Mi az, hogy fenntartható fejlődés? A fejlődés még rendben van, de fenntartható fejlődés. Nem létezik. Számukra viszont igen, de csak akkor, ha olyan feladatokat és olyan helyzeteket gerjesztenek, aminek a következményében valóban újra lehet mozgatni a pénzt. Nagyon sok a pénz jelenleg. Rengeteg pénz van kint. Hát nem hiszem, hogy itt mi azok közé tartozunk, de van, akinek rengeteg van kint. Ami azt jelenti, hogy nem lehet már például kamatot sem nagyon szedni emiatt. Nagyon sok a pénz. Ugye a Fed eleve egy pénznyomó rendszer, aranyfedezet és egyéb nélkül, mert az összes többi nagy nemzeti bank sem ragaszkodik az aranyfedezethez, de ez most más kérdés. Mit kell tenni, ha sok a pénz? És nem tudom tulajdonképpen az érdekeimet ezen keresztül képviselni, azaz nem tudok kamatot kérni. Akkor el kell égetni. Hogyan égetjük el a pénzt? Önöknek növeljük a kiadásait. Hogyan növeljük a kiadást? Növeljük az energiaárakat. Hölgyeim és uraim, az, hogy egy háromszorosára emelkedik az energiaár, azzal, hogy az amerikai LNG-t kell megvennünk, ami egyébként költségvetési oldalról, költség oldalról logikus, hiszen hogy az LNG-t kitermelik, azt cseppfolyósítják, berakják hajókba, utána visszafordítják gázneművé, ilyen sután fogalmazva, majd eljuttatják a fogyasztóhoz. Legalább 5 tétel van, ami költséget generál, szemben azzal, hogy Oroszországba beengedik a csőbe, és otthon a csapot megnyitják, kicsit sematizálok. Tehát mi a dolognak a lényege? Ezzel égetem a pénzt. A nyugat-európai társadalmak, amelyek egyébként dőzsi-mőzsiben éltek, nyilván ismétlem a munkájuknak hála, bizony kezdenek észhez térni, és furcsán érzik a világukat, hogy hova lett az eddigi jólétem. Amikor el kell költenem a pénzt a benzinre, hogy működni tudjak, ugye a fűtésre és így tovább. Mert direkt égetik, tudatosan égetik a pénzt. Azért, hogy újra abba a pozícióhoz jussanak, amikor ugye önök majd, meg mindenki más hitelből él, a hitel után jön. De ma már a bankok nem is a hitel az érdekes. Tehát nem is a kamat az érdekes, hanem a tulajdonjog, az ehhez álló jog. Nyilván sok mindenki találkozott itt Magyarországon is hitelfelvételnél, hogy milyen fedezeteket kell adni. Hát egy nevetséges összegre házakat kell beállítani a bank szempontjából. És ha nem tudom megfizetni, akkor már megy is árverésre. Tehát a világban ugyanez van, csak nagyban, ami azt jelenti, hogy egy BlackRock típusú, egyébként pénzháttérrel rendelkező rendszer országokat vásárol. Azzal, hogy háborút robban ki, azzal, hogy pusztít, azzal, hogy majd építeni fog, és azzal, hogy rendbehozza, és mindezt hitelezi. Mert azok a fegyverek, ezek a pénzek, amit most az 50 milliárdról is itt vitatkoznak, és amit hát így úgy ajut, de végül is elfogadásra került, az annak nagy része sosem jut el Ukrajnába. Az eljut a fegyvergyártókhoz. Meg eljut azokhoz, akik ebben az egész játékban valamiféle gazdasági érdeköt képviselnek. De majd megfizetni kamatostól az ukrán gazdaságnak kellene, ha tudná.
De aztán mindenki látja, hogy nem tudja, ergo gyakorlatilag el van zálogosítva az ország. És innentől kezdve nem ők fogják eldönteni, hogy mit tesznek és hogyan teszik. Most ez azért bátorkodtam kicsit a kérdésről eltérve mondani, mert higgyék el, hogy ezek a folyamatok, ezek összeérnek. És ugye amikor azt mondom, hogy háborúban élünk, ideológiai, információs, befolyásolás és egyéb technikák mellett azért a véres, meleg háborúk is jelen vannak. Hiszen látható módon, csak az elmúlt évtizedekre visszatekintve, különböző térségekben, Afganisztántól kezdve, Szírián keresztül, Irakig, és még a délszláv háborút is hagyva egy ide, az sem volt véletlenül nyilvánvalóan, és most a legutóbb Ukrajnában, Európát elérve, érkezik meg tulajdonképpen az a fajta élethelyzet, hogy immáron a vitatkozáson, az információn, a befolyásoláson túl azért még keményebb eszközök is megjelenjenek azokban a térségekben, akiket le kell győzni mindenáron. Ezek vagyunk mi. Tehát Európát le kell győzniük ahhoz, hogy az életterüknek ne legyen akadálya. És Európát hogyan győzik le? Hát nézzék meg, hogy a 90-es évek második felében mi történik Európában. Ugye erről sok helyet beszéltem, nyilván ismerni fogják a mostani mondataimat, de hadd ismételjük meg. Ugye a német és az orosz egység a történelemben sokszor kihívás volt. Megteremtésével voltunk a tanúi. Hogyan? Olcsó energiát oroszhonból, jó technológiát németektől. Ez a kettő összeér, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa két óceán partjára került. Mert hogy ugye tudjuk, Oroszország nem az Uralnál ér véget, tehát Európa mondjuk úgy térképe igen, hanem a csendes óceánnál. Tehát az Atlantitól a csendes óceánig tartó gyakorlatilag kontinenssel kell szembenéznie a többieknek. Úgy, mint Amerikának, úgy, mint Kínának, azaz Ázsiának és mindenki másnak. Megverhetetlen kontinens ebben a fölállásban. Tehát az, hogy, és legyőzhetetlen, hát az, hogy ezt meg kellett szüntetni, azt, hogy ezt szét kellett verni mindenáron, véres háborúval, ahol százezrek, sőt milliók haltak meg, hát Ukrajnában sajnálatos módon gyakorlatilag egy bizonyos réteg, ezek a fiatalok, az egyetemi szintű rétegről beszélünk, eltűnt. Nincs. Nagy részük meghalt, másik részük elmenekült, aki soha nem fog visszamenni. Tönkretettek úgy társadalmat, hogy nem házakat romboltak le, hanem a jövőt kérdőjelezték meg ebben a pillanatban. És akkor migránsokat fognak oda küldeni a világ különböző pontjairól, és Ukrajna egy ilyen migráns gyűjtőközpont, Európa, hát nem közepén, de mégiscsak azért nem a szélén. Szóval ezek nagyon-nagyon furcsa jövőképeket fognak ilyen értelemben gerjeszteni. Tehát minden olyan törekvés, amelyik Európának a lerombolására irányult, az gyakorlatilag végre is hajtották. Azzal, hogy elvágták ezt az olcsó energiát, azzal, hogy a német és egyéb működő és motorként működő gazdaságokat tönkretették, Németországból menekül gyakorlatilag most már nem csak a pénz és a tőke, hanem a gyárakat viszik ki, vagy Amerikába, vagy éppen Magyarországra. Egy Telekomnak a vezérkarát Magyarországra fogják telepíteni. Tehát nem csak ezeket a fiók intézményeket, megmondták nagyon egyszerűen azért például, mert az egyik ilyen központjuknál két eritreai csapat úgy összeverekedett, hogy annak következtében leégett a központjuk. Mondták, hogy nekik nem csak az kell, hogy megfelelő üzleti körülmények legyenek, hanem könyörgöm biztonság. Ja igen, erőt eszembe. Önök foglalkoznak a biztonsággal? Foglalkoznak levegővétellel? Hát amikor Covid van, igen. Ugye? Amikor rájövünk, hogy nehéz levegőt venni, akkor azt mondjuk, hogy hát ez milyen érdekes, hogy egyébként meg a biztonság ilyen, higgyék el. Amíg nincs vele gond, addig ne foglalkozzanak, és nem is kell vele foglalkozni. De amikor gond van, akkor rájövünk, hogy hát hova lett? És most Nyugat-Európa sajnos ebben a, hogy úgy mondjam, pocsajában tasmagol, hogy egyszerűen nem érti, hogy hova lett az ő biztonsága. Hát objektív okok nincsenek, hogy eltűnt. Hát mindenki ugyanolyan rendes ember végzi a dolgát, hát akkor hova lehet az, hogy nem merem a gyerekemet kiengedni, az, hogy zárnom kell az ajtót vidéki német városokban, meg falvakban. Hát ez föl sem merült korábban, még pár évvel ezelőtt, hogy a svédekről ne is beszélünk. Svédországban higgyék el nekem, hogy a korábbi időszakban, meg most is, az elkövetők, bűnelkövetők 98%-a nem svéd. Ami azt jelenti, hogy Svédországban nincs bűnöző. Ugye, hogy úgy mondjam, a saját társadalomban. Mert a 2% közlekedési baleset is lehet, tehát az is egy bűncselekmény egyfajta. Tehát nincs. Most meg
Reggeltől estig robbantanak, lőnek, szétverik az embereket, egyszerűen élhetetlen körülményeket teremtenek. Most, hogy mit mond a propaganda, az kit érdekel ahhoz képest, hogy mi a tényszerű. Tehát Európa igenis nagyon nagy bajban van. Csak hogy, és akkor innen jön a jó hír. Ugye azt már említettem, és csak megerősítem, hogy a globális világnak vége. Nem mondom, hogy nem próbál védekezni, és nem mondom, bocsánat a kifejezésért, és elnézést kérek, mert nem emberekre igaz. Ugye egy egyszerű példa, amikor a patkányt beszorítom a sarokba, nem feltétlenül adja meg magát azonnal. Tehát magam részéről itt az ukrán-orosz fegyveres konfliktusban, ismétlem fegyveres konfliktusban, nem háborúban, mert a háborúban búzát nem termesztünk, mert a háborúban Csehországból nyáron nem megyünk haza nyaralni menekültként, és hadd ne soroljam a példákat, háborúban háborúban. Van fegyveres konfliktus, emberek meghaltak, nagyon rossz hír, és még sajnos fognak is, de ez egy egészen más műfaj. Ami miatt ezt mondom, tehát ez a háború tulajdonképpen nem csak azt jelentette, hogy tovább léptek Európa szétverésében a globális erőterek, hanem egy nagyon komoly öngólt is lőttek. Mert az az Oroszország, amelyik az ukrán háború megkezdése előtt egy közép hatalom volt, nem több, most hagyjuk a katonai képességet, az nem focizik, majd elmondom, hogy miért nem, de gazdaságilag az olasz GDP-vel volt arányos, az olasszal, ami azért nem egy vezető Európában. Most a háborút követően Oroszország újra nagyhatalom. Újra nagyhatalom. Nem lett sokkal több a GDP-je, növekedett, de nem lett sokkal több, de gyakorlatilag az egész folyamatot követve nagyhatalom már vált újra. Miért? Mert Kínával összefogva, a BRICS-el a hátuk mögött, gyakorlatilag kiszervezik az amerikai érdekköröket a saját gazdasági érdekköreiké. Hát ugye a BRICS-et, amelyet 5 állam alapított, ugye a orosz-kínai kívül az indiai, Dél-Afrika és Brazília, most már több tucat újabb jelenkező van, veszik föl sorra őket, azok, akik korábban úgymond amerikai dollár elnyomás alatt éltek, és úgy gondolták, hogy abból elegük van. Tehát magyarul az öngól ott jelenik meg, hogy a globális élettér az ketté nyílt. Most már legalább 2 hatalom van. Lesz még több is, majd erről is beszélhetünk, de 2 most már biztosan van. Tehát magyarul az a fajta dolog, hogy a világ kormányt létrehozom, mert nincs más alternatíva, ez elfelejtve, WHO ide, WHO oda, ez már nem fog működni. 1, 2. Ugye ez a fajta logika, az sajnos azt is jelenti, és ugye ezt írjuk meg napjainkban, hogy ugyanakkor provokálják majd a háborút. Miért? Mert az Egyesült Államoknak 2 erőtere van gazdasági értelemben. A fegyver, a hadipar, erre épül az amerikai gazdaság alapvetően, illetve a dollár nemzetközi szerepe, ugye a Fed-en keresztül. Na most, ha a dollár szerepét gyengítem azzal, hogy a BRICS országok nem dollárban számolnak el egymással már, hanem helyi valutában, vagy majd találnak egy közöst, ugye az unió, euró lett volna ilyen, de az gyorsan a Fed lerúgta a pályáról, akkor a dollár szerepe gyöngülésével az amerikai érdekkör is gyöngülni fog, gazdasági érdekkör. A másik, hát hogyha itt a világbéke kitör, ami egyébként egy esetben megtörténhetne, és most ezt úgy is letagadom, hiába veszik föl, hogyha a NATO-t szétoszlatnánk. Gondolják meg, ott nem védelem van, hanem az elmúlt 70 évben csak támadás. Az elmúlt 30 évben pedig értelmetlenség, hiszen nincs ellenség. Mert a Varsói szerződés megszűnt. Nem ragozom, tudják, miről beszélek, sőt, meg jobban is, mint én feltételezem. Lehetne világbéke, nyilván nem fog megszűnni a NATO. Annyira nem, hogy most elkezdődött a hadgyakorlat. 90 ezer katona az európai országokból, sőt a törökök is, amerikaiak is ott vannak. Ugye érdekes módon az orosz határ közelében, mit az Isten, 80, 50, akármennyi repülők és hajók, és tudom, 130 tank, és több mint 1000 harcjármű. 3 hónapos rövid kis gyakorlatot fognak tartani. Hát én azt gondolom, hogy az orosz Kremlnek és vezetőinek elég erős idegzetnek kell lenni, hogy ezt úgymond szó nélkül hagyják. Most nem úgy, hogy visszalőnek, hanem egyáltalán szó nélkül. Mert gyakorlatilag azt akarják stimulálni, amit Ukrajnával is megtettek, kiprovokálni egy olyan helyzetet, amikor nincs más út, mint bebizonyítani, hogy Oroszország valóban Európa lerohanására készül.
de könyörgöm. Oroszország gazdasága nem képes erre. Lehet, hogy Putyin és körei annyira megnőtt mellel rendelkeznek az ukrán következtében, hogy akkor gyerekek, nézzük meg, hogy is néz ki az Atlanti-óceán közelről. Képtelenség. Egyébként szerintem nem hülyék, de most ez mindegy. Az viszont, hogy feltétele, objektív lehetőség ennek nincs, az egyértelmű. Két szempontból. Az egyik, a gazdaság, elébe mint a GDP-je, nem alkalmas egy tartós háború megvalósítására. Jól tudjuk a történelemben, Hitler sem 33-ban indult, hanem 39-ben. Miért is? Mert addigra egy erős háttérgazdasága volt ahhoz, hogy hódító háborút kezdjen. Ez első tétel. Második tétel, az orosz növekedés, az a 90-es évek magasságában mint 2%-on állt, most 1,2. Ugye Európa 1,6, Magyarország is 1,8 körül van, úgy értem a népesség újra növekedése. Magyarul nincs katonája. Ha mindenkit besoroz katonának, egyébként potenciálisan, nem akarok butaságot mondani, de 1 millió tartalékosa van, a NATO-nak összesen nincs ennyi. De ha besorozza az embereket katonának, ki fog dolgozni? Mi lesz a gazdasággal? Tehát magyarul az egyébként is gyenge háttérgazdaságot hogyan tudja fönntartani egy csökkenő népesség mellett, amely egyébként növeli az időskori ellátási helyzeteket, és közben háborúzik, és hódít, és egyéb. Harmadik tétel, mit csinál a meghódított területtel? Tehát ez egy abszurd. Tehát az, hogy Oroszország neki induljon Európának, ez egy abszurd. Mégis reggeltől estig ezt olvassák, az angol újságokban, a német újságokban, és minden újságban ezt olvassák. Ugye a svédek bemennek, az őrültek, hogy hagyd fogalmazzak ilyen durván. Hát ma, könyörgöm, a semlegesség az egyetlen normális élethelyzet. Lehet, hogy nem úszom meg, de legalább meg akarom úszni. Ha bemegyek bármibe, biztos, hogy nem úszom meg. Ráadásul, hogy a felvonulási útvonal az a skandináv szinten nagyon erősen ott van. Hát a finnekről már nem is minősíteném őket. Tehát ezek azok a szempontok, amelyeket ma azt kell mondjam, hogy a beszorult, sarokba szorult, az megpróbál valamilyen alternatívaként mégiscsak kibontakozni a saját érdekei mentén. És ez egy veszélyes helyzet. De nézzük meg, hogy hogyan lehet ma háborúzni. És ez bizonyította megint az elmúlt 70 év. Gyakorlatilag a hagyományos fegyverekkel nem lehet háborút nyerni. Képtelenség. Egyrészt, mert mindenkinek ugyanaz van, másrészt meg nem is történt meg az elmúlt 70 évben. Abba hagyták Afganisztánt, abba hagyták most Szíriából kivonulnak, abba hagyták Líbiát, abba hagyták Irakot, mindent abba hagytak. Mert nyilvánvaló volt, hogy abban a formában, ahogy korábban háborúkat nyertek területelfoglalástól kezdve, annektáláson keresztül mindenet, ez nem működik. Tehát magyarul bármilyen modern a hagyományos fegyverrendszer, modern tank, lövegés egyéb, nem képes háborút nyerni. Pusztítani, igen. Emberéletet kioltani, azt rettentesen. Lerombolni bármit, azt igen. Főleg társadalmakat tönkretenni, azt is igen. De háborút nyerni nem lehet. Tehát akár az oroszok indulnak, akár a NATO indul, ez csak vérengzésbe csap át, és egy olyan krízis föntartására törekszik, amelynek a végén megint csak a spekulánsok próbálnak majd egy stratégiai hasznot húzni. Vannak fegyverek, amivel lehet háborút nyerni. Ez a nukleáris enyül, amelyet zárójelben gyorsan elmondom, ha elkezdődik, semmi gond, 7 milliárd ember azonnal hal meg. És az északi féltek elpusztul. Egyszerűen azért, mert nincs rebutított nukleáris fegyver. Ugye vannak ilyen remek címek, hogy stratégiai nukleáris fegyver nincs, hölgyeim és uraim, egy nukleáris háború indítását követően ez fog történni. Tehát nem lehet elkezdeni vele, magyarul. Aztán ott vannak a drón hadseregek. El nem tudják képzelni, hogy minek képes. Amit most itt látunk drón jövésmenésbe, az nudli. Az egy ilyen ovis történet. Aztán ott vannak az űrfegyverek. Nem merik kipróbálni. A hatását tekintve. Mert az már például a Föld működését valóban, mert hagyjuk ezt a zöldes történetet, meg a CO2-t, úgyhogy már könyörgöm, hát mit csinálnak a szerencsétlen növények, ha nem lesz széndioxid? Most csak úgy zárójelezzem meg, de most ez megint egy másik megközelítés kérdése. Tehát a űrfegyverek olyasmit tudnak, amit ismétlem, a tudósok, kitalálói és tulajdonosai nem mernek kipróbálni.
akkor meg hogy fognak ezek harcolni és győzni? Aztán ott vannak a vírusok. Ugye, amiben kaptunk egy kis ízelítőt, megint csak egy ilyen bölcsödés szinten, mármint a Covid-ra utalok. Ezek a vírusok, amelyek ebben a támadó vírus tudományban több ezer fél éve rendelkeznek, ezek már genetikában gondolkodnak. Tehát ha van köztünk, most csak mondok egy példát, szláv itt a teremben, ők meghalnak, mi életben maradunk. Mert ezt tudják a vírusok, és sok minden más. Megint nem lehet elindítani, mert nem lehet megállítani. Tehát vannak fegyvereim, amivel el tudok kezdeni háborút, és pusztítani tudok, de nem tudom megnyerni. Aztán vannak fegyvereim, amivel meg tudnám nyerni, csak nem tudom elkezdeni a háborút. Kérdem egy tisztelettel, miért gyártunk fegyvert? Hát azért gyártunk fegyvert, mert ezzel lehet úgymond még minket manipulálni. Mert csak minket lehet, mert a másik fél minden, amit most elmondtam, azt ők jobban tudják, mint én. Hogy mit lehet és mit nem, hogyan lehet és hogyan nem. De mégsem erről beszélünk, hanem arról, hogy fegyverkezünk, hogy megint mindenféle sztorikat találunk ki, hogy így meg úgy meg amúgy. Tehát én azt gondolom, hogy a világbékének ebből következő az egyik feltétele, mert hogy a NATO mögött ugyanaz az erőtér van, mint a WHO mögött, ugyanaz az erőtér van természetesen, mint azok a BlackRock típusú rendszerek, amelyek ugye ma már országokat szereznek meg gyakorlatilag fillérekért, és így tovább, ugyanazokról van szó. Tehát ahhoz, hogy ennek a csapatnak a meleg háborúhoz ne legyen eszköze, az a NATO-t meg kellene semmisíteni. Ezt nyilvánvalóan még Magyarországon sem lehet leírni. Mert hogy NATO tagok vagyunk, mert hogy politikailag ez nem rendben van, de mi nem is azért jöttünk össze, hogy politizáljunk, hanem azért jöttünk össze, hogy beszélgessünk azokról a tételekről és gondolatokról, amit egyébként, alternatívaként meg lehetne, vagy esetleg meg kellene csinálni. És ezt önök nyilvánvalóan pontosan értik. Nagyon sokat tesz a magyar kormány, most kicsit a védelmükben mondjam, annak érdekében, hogy az országunk identitása megmaradjon. Franciaországban turista csoportokat szerveznek a következő mondattal, gyere át Magyarországról, egy kicsit nyugalmasan tudjál sétálni az utcán. Nem viccelek. Nem a múzeumokat mutogatjuk, meg a mit tudom, micsodát, nyugalmat. Este 11-kor mennyi végig tudok gyakorlatilag a belvánson, mennyi a kocsmába, gyere ki, mennyi haza, sétálva, nem remegve, nem géppisztolyos őrséggel, mert Magyarországon ezt megteheted. És erre csoportok érkeznek. Tehát azért még megint még mindig más vagyunk. A sok-sok gondunkkal és problémánkkal, ami most nyilván nem ez a feladatunk erről beszélni. Tehát én azt látom, hogy miközben az ellenfél rákapcsol, miközben előhúzza a meleg fegyver veszélyének és rémének a képét is, most már az ideológia háború mellett, azért akkor is azt mondom, hogy már van esélyünk a vereségünket elkerülni. Fontos, higgyék el, hogy így fogalmazok, és nem a győzelemről beszélek. Az rettenetesen messze van. Győzni majd az unokáink fognak, vagy az ő gyerekeik. Győzni. De amikor rájöttünk arra, hogy a szakadék szélén áldogálunk, gyakorlatilag most ez van, egy ilyen furcsa képpel, hadd mondjam, akkor azt is tudjuk, hogy nem akarunk hátralépni többet. Mert ha megtesszük, végünk van, viszont a szakadék. Tehát ma hova jutottunk el, társadalom, és Nyugat-Európa is kezd lassan fölébredni, hogy a szakadéknál nincs hátrafelé tovább. Még lehet, hogy nem tudunk előre menni, mert túl erős a kerítés, amelyik megakadályozza, de már nem fogunk hátralépni. Tuszogálhatnak bennünket, akkor meg ellen fogunk állni. Na ez a traktoroknak az elmélete ma Nyugat-Európában. Nem jó megoldás, higgyék el. Ez egy anarchia. A társadalmat nem lehet így kezelni, mert másnap bárki kimehet ugyanezzel a logikával, mert valami neki nem tetszik. De arra nagyon jó, és alá kell támasztani, és támogatandó, hogy így mondjam, legalábbis eszmei oldalról, hogy az emberek látható módon már kezdenek fölébredni. Csak lesz egy következménye. Most még nem. Majd amikor kicsit megállapodtak, amikor már elhitetik velük, hogy akkor minden rendben lesz, és ők hazamennek, de akkor majd figyeljék meg, hogy kinek-kinek egyszer csak a bankszámlája nem fog működni. Vagy nem úgy fog működni. Vagy ez történik, vagy az történik. Vagy tőle nem vásárolnak a nagy felvásárlók ugye, árut. Nem ragozom, és nem kívánom, hogy így legyen. És tegyük föl, hogy a földi hülyeséget beszél, még ez is rendben van. De nagyon nem tudom elképzelni, hogy ne legyen következménye. Ha tulajdonképpen ugyanazok maradnak hatalman egyébként, akikkel szemben ez az egész előjött. Mert ők, ismétlem, feladatot hajtanak végre. Ők nem az országuk
belső árulói, a saját szemünkből egyébként azok, de a saját szempontjukból nem. Tehát a feladat majd az lesz, amikor a nyugalom újra helyreáll, hogy tessék szereskedni leszámolni az ellenzékkel egyszeres mindenkorra, erővel, mert szükség van arra, hogy ez megtörténjen. A NATO-nak, amely egyébként megszűnésével a békét, világbékét elhozná, ezt nem győzöm hangsúlyozni, van egy új elképzelése, ami döbbenetes és elképesztően katasztrófát jelent. Az úgynevezett NATO-Schengennek a megteremtése. Az azt jelenti, a NATO-Schengen, ugye a schengeni határ, az azt jelenti a schengeni határok nélküli egység. Úgyhogy a jelen pillanatban, hogyha az egyik NATO katonai rendszer, mondjuk a német át akar jönni Magyarországra, vagy akár Ausztriába is, az egy papírmunkát megelőz. Engedem, nem engedem, mit akarsz, mit nem akarsz, hogy jöhetsz, nem jöhetsz. A Schengen azt jelenteni a NATO-Schengen, hogy nincs akadály. Tehát bármelyik csapattest, bárhol a NATO országokon belül, bármikor megjelenhetne. Na most, úgy héten elképzeltem magamban, erre egy cikket is írok, nem olyan sokára a napokban, hogy Magyarországon újra győz az Orbán kormány. És jön egyszer csak egy NATO csapat. Ez azt mondja, hogy a demokráciát most már végképp helyre kell állítani. És a világ mit fog mondani? A demokrácia fontos dolog. Tessék helyreállítani. Hát nem ez folyik most. A NATO megjelenik mindenhol és demokráciát oszt. Lásd, arab forradalmak, a tavasz, vagy mi a frász, bocsánat. És mindenfelé. Ő demokráciát visz. Ja, hogy pusztulás van mögötte, és tönkreteszi a társadalmakat. Higgyék el, én nem támogatom a migrációt, sok szempontból. De legfőbb azért nem, mert két különböző kultúrát nem lehet összekeverni. Nem az emberekkel van bajom, hanem a következménnyel, ami a történelemből kiolvasható. Hát volt azért egy török hódoltság, könyörgöm, azt mi lett a vége? Vagy ők, vagy mi? Aztán voltak a mórok amott Hispániában, azt mi lett a vége? Vagy ők, vagy ez? Nincs keret kultúrában európai szinten megoldás. Vagy átadjuk a potot. És akkor rendben, akkor más lesz Európa. Európa lenni fog, bocsánat, Európa lesz, és emberek élnek majd itt, de hogy hogyan, milyen módon, milyen hagyománnyal is, az egy más kérdés. Tehát ezért én nem támogatom a migrációt. Viszont abból a szempontból, hogy egy ilyenfajta, mondjuk nyomáson keresztül, ugye gyakorlatilag, hát majdhogy nem fegyverek nélkül, lásd Buda elfoglalása, tudnak minket megszerezni. Megint csak azok a hatalmak és erők, amelyek, és itt jön elő a harmadik erőtér, ugye az orosz-kínai mellett, az arab olaj, Szaúd-Arábia vezetésével. Tehát magyarul a riadi politika semmiben nem különbözik egyébként az egypólusú világ elképzelésétől. Csak ő ideológiai alapon építi föl, ő azt mondja, hogy minden, ami muszlim, az elfogadható, és minden, ami nem, az meghódítható. És nekem van elég pénzem ahhoz, hogy Európát elfoglaljam. Tessék megnézni, nem gyárakat, ingatlanokat foglal el az olajpénz, hanem futballcsapatoktól kezdve, mit tudom én kiket. Hát nehogy azt higgyék, hogy ez egy jó befektetés. Nem, ez egy foglalás. Ez egy hódítás. Hódnak egy olyan formája, amire én, a pénzkapó, még azt sem mondhatom, hogy hát ennyi, azt mondom, hát tényleg, jó jött ez a kis pénz nekem. Nem, a halálodat írtad erre abban a pillanatban alá. Mert ugyanis a migrációnak két tétele van. Az egyik semmiképpen nem a munkaerőpótlás. De az igen, hogy fogyasztói társadalmat kell újra generálni. Említettem, a fönntartható fejlődés egyik lényege, hogy mi örökké vásárolunk. Önök örökké vásárolnak már? Én is a nyugdíjunkból? Hát nem annyira. Tehát kell egy fogyasztó réteg, amelyik fönn tudja tartani a folyamatos vásárlást. Hát az idejövő 20-30 éves fiatalok szívesen vásárolnak, főleg úgy, hogy ingyen kapják hozzá a pénzt, mert dolgozniuk sem kell, viszont elkölthetik megint csak ebben a körben. Miért nem oda visszük a pénzt? Az magyar kormány sokszor elmondta, hát vigyük a szükséges helyre. De ott nem azt fogják megvenni, ami az én árum. Azt itt Európában fogják megvenni, ha ide jönnek. Nem tudom, hogy értik ezt a rendkívül egyszerű trükköt abban, hogy miért kell idehozni tömegeket. Ez az egyik oldal, a másik. És ez a szaudi elképzelés, a harmadik erőtér, amelyik kezd kibontakozni, még attól függetlenül is, hogy a BRICS-be ő is belépett. De hát az arabok azok nagyon ügyesek voltak mindig ebben a játékban, hogy mit és hova kell állni. És ezt pozitívunként mondom, félretés ne legyen, legyünk mi is ügyesek, és akkor jó, könnyű az élet. A harmadik tételük az, hogy azok, akik itt vannak, ugye muszlim érdekeltségben és muszlim kultúrában nőtek föl,
Az ő növekedési rátájuk 3 fölött van. Európa 1-6. Most 50 millió, durván 50 millió a muszlim lakosság Európában, a szemben az 500 millióval. Ez 10%. Ha fölmegy 20% fölé, nagyon nagy a baj. Ha fölmegy 30% felé, irreverzibilis a helyzet. Tehát gyakorlatilag a többségi társadalom eltűnt ebben a konstellációban. Most azt hagyjuk, hogy Bécsben az általános iskolás korú gyerekek 60%-a muszlim már most is. Azt is hagyjuk, hogy nem hajlandók megtanulni Németországban németül ezek a nebulók, mert hogy mi a fenének, hiszen egymás között úgy is, meg otthon is, meg mindenfelé a saját nyelvükön beszélnek. Rendkívüli katasztrofális tendencia természetesen, de még mindig az egyébként magukat nem árulónak tartó helyi politikusok bűne, hogy ezt egyáltalán megengedik. Meg lehet, hogy talán nekünk is, mert a saját identitásunkat valahogy úgy elengedjük. Ha most itt közvélemény kutatnék, nem fogok, akkor hányan járunk, és hányan valljuk magunkat aktív kereszténynek? Mindegy, hogy melyik felekezetinek. Hányan szolgáljuk ezt a fajta logikáját, annak az elvnek, amelyet ez elhívja? Zárja bezárva, nem akarok most ezzel foglalkozni, ez különben is a feleségem területe, aki, tudom, hogy nem miattam jöttek, elnyugtatja a lelkiismeretemet, ő pedig majd el fog jönni legközelebb, mert most egyébként sajnos nem tudott tényleg jönni, meg nem is volt ez megbeszélve, csak itt sokan úgy reménykedtek, hogy hát ha betolakszik az autómba, nem jött. De elhiszem, hogy miattam is eljöttek volna, úgyhogy én így fogok hazamenni. Tehát a lényeg az, hogy ezek azok a kérdések, amellyel gyakorlatilag a háborúban, a mi háborunkban szembe kell néznünk. És meg kell fogadni magunkon belül azt, hogy mi hol tudunk fölkészülni erre az összecsapásra azokkal szemben, akik nagyon is fölkészültek és föl vannak készülve. Mert ezek a folyamatok nem fognak leállni, nem arról beszéltem, hogy megnyertük. Egy perc, egy szóval nem mondtam, hogy győzni fogunk, én csak azt mondtam, hogy már megvan az esélye, hogy ne szenvedjünk vereséget. Tehát már ott tartunk, hogy a csapatunk annyira fölkészült és annyira edzett, hogy tud védekezni és akar védekezni. És ugye, hál' Istennek, amire egyébként 2 évvel ezelőtt én nem is gondoltam volna a legmenészebb álmamban, látom Nyugat-Európában a változások rendkívül izgalmas tételeit. Egy régebbi történetemet ezzel megerősítendő, hogy mihez képest látom. Ugye én 2016-ban voltam ki Németországban egy-két helyen előadást tartani. Hát, mint magyar náci vagy fasiszta fogadtak, ez a közönséget illeti. A migrációról beszélgettünk ugyanis 16-ban. Akkor ők nem hitték el nekem, hogy mi lesz a következménye. És nem azért, mert én okos vagyok, és ők meg buták, hanem egyszerűen teljes csőd a gondolkodásban, az abszolút narratívák elfogadása, a politikusokban való hit, és így tovább. És amikor oda jutottunk 2-3 óra után, vita után, hogy nagyon föl, de akkor most már nincs több érvünk az ellen, amit te mondasz, tegyük föl, hogy igazad van. Mit kell tennünk? Hát mondom, nézzék, 2016, ősszel választások, akkor gondolják meg, ha csak egy kicsit is igazam van, hogy mit nem szeretnének, hogy kire kell szavazni. Válasz, Merkelnél nincs jobb. Értelmiségi társaságról volt szó. Jelentette. Akik azt mondták, hogy ők már azért ellenállók, mondta történész ott a tömegből, mert ő már nem olvas újságot. Ez egy ellenállási forma. Mondom, ne vicceljenek, kutyát sétáltat egy ember, egy ablakon kinéztem, ide hívjuk. Fél év alatt, ilyen tuti kancellár lesz, hanem 80 millióan vannak, miről beszélnek? Tehát egyszerűen az a társadalom még ezelőtt pár évvel is, az értelmiségi rétegről beszélek, nem leszólva nyilván az alacsonyabb dolgokat, de hát nekik az a dolguk, könyörgöm az értelmiségnek, hogy gondolkozzon, hogy utána járjon, hogy elemezzen, hogy lássa a jövőt valamilyen formában, mondták azt, hogy nincs jobb. Ugye most a traktorosok azt mondták, hogy lehet, hogy nincs jobb, na de ez rossz. És ezt mi nem akarjuk. Nem kellene polgárháborúval sodorni az európai társadalmakat. Mert sajnos ez megint azoknak a malmára hajtja a vizet, akik a melegháborúban, az ideológiai támadásban, az LMBTQ és egyéb őrületekben érdekeltek. Mert a rombolás, a rombolás, a rombolás, a káosz, ugye, után jön a pénz szerepe. Mi is? Az újraépítkezés, a világkormány adott esetben, a centrális hatalom. Mert az emberek egy idő után, nem véletlenül mondtam a ledegő és a biztonság problémáját, azt kell mondani, hogy hát akkor most már nagyon nem kapok levegőt, azaz nagyon elegem van a bizonytalanságból és a biztonság hiányból, legyen végre rend. Ja igen, mert hogy a demokratikus társadalmak rend nélkül nem működnek.
Ez az alaptételrend. Minden más fontos, de alap nélkül nem működik a társadalom. A törvény mindenkire egyforma. Egyébként szerint véleményem szerint a liberalizmus nem arról szólt, hogy a törvények fölöttiség, hanem a törvények betartásának a szabadságáról szólt. Megismétlem, a törvények betartásának a szabadságáról. Mert aki nem tartotta be, az nem kaphatott jogorvoslatot ugyanattól a törvénytől. Teljesen logikus. Ma hogy értelmezzük a liberalizmust? Minden szabad. Mert abszolút. Mert mindent lehet. Mert mi az, hogy törvény, mi az, hogy szabály? Ugyan már. Én másképp gondolom, tehát akkor lehet? Nem. Jó, mindegy, ez meg egy másik kérdés. Remélem, elég röviden válaszoltam erre a kérdésre. Nem tudjuk megkerülni a kérdést, persze lehet, hogy Laci sem tud rá válaszolni, de itt a elém tett hozzám eljuttatott papírokon van egy ilyen kérdés is, hogy mit keresett Davosban a köztársasági elnökünk, ahová csak a benfentesek kapnak meghívót. És ha már az ő személyét érintjük, akkor megkérdezem ezt is, hogy mi a véleménye Földi úrnak Novák Katalin ügyről. Hát gondolom erről a pedofil amnestiáról van szó. Erre még egy kérdés van itt, ugyanaz. És utána maradt még néhány más témákba. Én még azt föltenném azért, hogy valahonnan, nem tudom honnan, ott a Vöröstenger déli részén az utóbbi hónapokban előkerültek a huszik. Én életemben korábban huszikról nem hallottam, akiket úgy emlegetnek, hogy a huszi lázadók. Kik ezek, ki ellen lázadnak, ki fegyverzi fel őket, ki pénzeli őket, és egyáltalán, mert a legmodernebb fegyvereket látom náluk a híradóban, szóval azért nyilvánvalóan ennek megvan az előzménye, mint ahogy megvolt a Boko Haramnak, az ISIS-nek. Feltételezem, ez ugyanaz a bagázs. Önöknek talán még nem mondtam el a Siebel Edmonds Wiesblauerről szóló történetemet, de ezzel most nem húzom az időt, majd más alkalommal visszatérhetünk rá. Úgyhogy ez lenne a következő fél óra programja, ha van annyi ideje Földi úrnak. Ez kizárt dolog, hogy ez fél órás válasz. Kezdjük a könnyebbel, ki építette fel az Al-Qaidát? Ki építette fel az ISIS-t? És itt tovább. Tehát ugyanazok az erőterek, amelyek a káosz, a melegháború fönntartása, a pusztítás és egyáltalán a pénz égetés, jegyezzék meg ezt a kifejezést, a pénz égetésében érdekeltek. Mert most mi történik a Vörös-tengeren? Hát az, hogy újra drágább lesz, még az az üzemanyag is, és a szállításban azok áru cikkek, amelyek korábban egy bizonyos áron azért még megvásárolhatók voltak. Hiszen nagyobb területen mennek, logisztikára problémásabb, hosszabb utat tesz be, ez mind-mind költség, költség, költség. Azaz az önök pénzét tovább fogják égetni. Az önök alatt értem az emberiség, a társadalomnak a pénzét, aki mint fogyasztó jelenik meg. Tehát ez egy egyszerű kis, hogy mondjam, taktikai játék. Hogy van-e benne melegháborús potenciál, tehát ugye itt az Iránnal való kekezkedés, az sem kizárt, csak ugye most az a probléma, hogy a harmadik erőtér megjelenése, az a Szaúd-Arábia, akik ugye szuniták és síiták az irániak, tehát ebben a szempontból nem ugyanaz a, mondjuk majdhogy antagonisztikus, de amikor közös ellenség van, akkor azért nem feltétlen, hiszen iszlám alapú mind a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy ott most az amerikaiak nagyon rosszul húznának, hogyha megpróbálnának újat húzni Iránnal ebben a kérdésben. De ezt majd meglátjuk, mert ez nem feltétlen fogja vissza őket, hiszen választás van Egyesült Államokban az idén, hiszen nem feltétlen kéne megengedni, hogy Trump visszajöjjön, hiszen, sok minden van, ami esetleg arra kényszeríteti az államok mai és mögöttes hatalmi tényezőit, hogy mindent kipróbáljanak, hogyan lehetne ezt a Trumpi utat kikerülni. Esetleg később róla is beszélünk, bár itt nálam hivatottabban, hogy a Szilágyi úr, aki talán Amerikában jobban fölkészült, mint én, de most visszatérve a tétel és a kérdésre, Davosra és az erőtérre. Hát kérem tisztelettel, egyszer televíziós ilyen vitaműsorban bátorkodtam azt felvetni, hogy mi az, hogy világgazdasági fórum. Mitől az?
Ki hatalmazta fel ismét ezt a rendszert, hogy ő önmagát világgazdasági fórumnak nevezze? És ott jött a válasz a vitapartner részéről, tehát ott van tudom, hány nemzet képviselője, a világ 100 legnagyobb vállalatának a vezetője, és itt mondom, és akkor mi van? És a többiek nem része a világgazdaságnak? És mi nem vagyunk része? Tehát itt megint van egy sztori, amit eladnak a médián keresztül szép szavakban, meg hangzatosságban és egyébben, és utána az világ elkezd alkalmazkodni ehhez, mondván, hogy hát akkor csak ott kell lennem, meg csak hát ennek valami szerepe van, és talán nem. Ez már, hadd ne mondjam, kicsit most eltávolodunk a napi reális világ elemzéstől, ez már a szakrális világot kérdőjelzi meg. Hiszen azt kérdezted, hogy ki ez a Schwab, meg az összes többi. Hát ez a sátán embere, hogy még egyszerűbben fogalmazzak, és nem akarok túl, hogy mondjam, vallási alapokra helyeződni, de azért itt már megjelenik Szent II. János Pál mondata, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen jelenleg az élet és a halál kultúrájának a háborúja folyik. Mert nem lehet más tétel az, hogy a gyerekeinket nem engedik megszületni, lásd abortusz, az időseket el akarják altatni, lásd eutanázia, át akarják terelni a két nemről valami őrült, nem tudom hány nemre az emberiséget, régen már senki nem tudja, hogy micsoda, hogy fiú fiúval éljen, lány meg lányjal, és ezt lehetőleg cserégessék is időnként, mert hogy nem váltással a lányból fiúl is lehet és egyéb. Megjegyzem zárójelben, ez megint a nejem területe, csak úgy szoktam fülelni. Nagy-Britániában az elmúlt időszakban 400%-kal nőtt a nem váltó tinédzser lányoknak az aránya. Ez objektív, normál körülmények között 1,2-1,5% között szokott lenni, mert vannak ilyen nem genetikailag determinált, de mondjuk súlyosan sérült esetek, amikor ebbe az irányba elmegy valaki. De mi az, hogy 400%-kal? Hát mi az oka? Hát a befolyás, az agymosás, az internet, az összes őrület, ami ráveszi. Egyébként ez a legsérülékenyebb korosztály a pubertás lányok. Nyilván emlékszünk arra az időszakra, amikor fogyás, tehát a anorexia, igen, az volt divat, még Magyarországon is. Emlékszünk, nagyon sok kislány egyszerűen ilyen képzavarból fakadóan, vagy divatból beállt ebbe a sorba. Tehát ők sérülékenyek, könnyen támadhatók. Na most ezt megint csak azért mondom, mert ennek mi köze van az élet normális világához. De köze van a halál kultúrájához. És hogyha így összevetjük, és ugye a pápai mondatokat előcitáljuk, akkor azt kell mondjam, hogy Davos vezetői, ezek az őrült és véleményem szerint abnormális, de nem tudom emberi jelzővel illetni azt, aki már azon is túl gondolkozik a világról, hiszen azt mondják, hogy 500 millió kellene 8 milliárd helyett, hát nagyon lassan fog elfogyni 7,5 milliárd, hogy 500 millió legyen, ugye? Kivéve, hogyha gyorsítják ezt a folyamatot. Tehát ez megint csak valami elfogadhatatlan gondolkodásra utal, és miért akarják ezt? Hát hiszen nekik megvan mindenük, még annál több is van. 6-tól meghal 8,7 milliárd, nekik miért ez több? Sehogy. Tehát ez már nem erről szól. Ez egy egészen más történet. És azt kell mondjam, hogy nem tarthatjuk kizártnak, hogy egyéb, mondjuk úgy értékrendek jelentek már meg, csak politikai színezetben, mert azt az emberek értik, elfogadják, támogatják vagy nem, teljesen mindegy, csak kezelhető. Na most erről szól, hogy egyébként általán tisztelt, és ha dicsekedjek, személyesen is jól ismert Novák Katalin mit keresett ott, hát könyörgöm, ha erre valaki tud választ adni, akkor én boldog leszek, legalább megtudom. Nem tudom, mit keresett ott. Szóval én az a problémám, hogy tudják, a diplomáciában vannak gesztusok. Nagyon fontos eleme a diplomáciának a gesztus. Sokkal fontosabb, mint az aláírt szerződés. A világban mindig így volt a történelemben. A diplomáciai gesztusok, egy mondat, egy jel, egy akkor ott vagyok című reakció nagyon sok minden következményeket jelentett. Azt kell mondjam, hogy ezek a fajta gesztusok nem csak fontosabbak voltak, hanem meghatározták az együttlétezés, normális együttlétezés alaptételeit. Ugye ennek volt egy második szakasz, abban még én is ügyködtem, itt ottam ott, amikor kellett, az egy titkos diplomácia játéktere. Tehát akkor hozok már a felszínre dolgot, akkor ülök le tárgyalni,
hogyha a háttérben minden elő van készítve, és én csak protokollként jövök, akkor felteszem a kérdést, még egyszer mondom, sajnálatosan nem kívánom, és ha megengedik, nem kívánnék olyan embereket minősíteni, akik nincsenek jelen, mert nem tudnak védekezni. És én lehet, hogy butaságot gondolok és feltételezek. Ezért csak én is kérdeznék, és nem magyaráznék. Mit kerestünk Ukrajnában? Miért tárgyaltunk a háborús bűnösökkel? Mit akartunk elérni? És amikor hazajöttünk, utána az ungvári általános iskolában még a zászlót se engedték kirakni. Ez volt a gesztusra. Miről beszélünk? Mit várunk Davostól? A gesztus értékben, hogy mi azért nem vagyunk teljesen elhajlók, gondolom ez volt a magyarázat való háttérben, nem lesz hozama. Aláírtuk gyakorlatilag az 50 milliót, vagy 50 milliárdot, rendben van. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy megkapjuk a mi részünket. Mert miért is? Mert ez egy taktikai ügy, az pedig, hogy az Orbán Viktort le kell váltani, stratégiai ügy. Mi az Orbán Viktor leváltásának az egyik nagyon fontos stratégiai tétele? Ha önök, én, meg kint az emberek nem tudunk jól megélni. Mert a kormányra fogunk... Bocsánat, Laci, akkor ide még egy kérdést, ha már ezt a témát hoztad föl. Meddig tud ellenállni Magyarország a hatalmas nemzetközi nyomásnak egyedül a világ ellen? Csatolva ahhoz, hogy Orbán Viktor leváltani. Az a rossz hírem, hölgyeim és uraim, hogy ez a sorsunk. Mi ellen fogunk állni. És nem azért áll ellen Orbán Viktor, mert egyébként egy nagyon tehetséges, nagyon okos ember, hanem mert mi ellenállunk. Nem tudom, észrevették-e. Amikor ugyanis a választások voltak, és az egyik oldal azt mondta, hogy kötelességünk Ukrajnát támogatni még fegyverrel, sőt katonával is, akkor a magyar nép azt mondta, hogy egy túró. Ergo úgy döntött Orbán Viktor mellett, hogy ő akarta azt, amit Orbán Viktor akart. Na most ez nem von le semmit az Orbán Viktori egyébként történelmi nagyságból. Az összes hibájával együtt. Tegyük hozzá, mert ő is ember. De az kétségtelen tény, hogy önök, az erőtér, és ő, a gondolkodó politikus, nagyon egymásra találtak, hál' Istennek. Ez Magyarország üzenete. És ez az üzenet mindig jelen van. Tehát Orbán azért tud könnyedén vitatkozni, mert szeret, oké? Okay? És mert tudja, hogy önök mögött állnak. Akármennyien is töltenek ki ilyen kérdőíveket, ezek megint csak szimbólumok. A társadalom nagy része mögött áll. Miért? Mert bocsánat, Fidesz házban vagyunk, úgy tudom. De mi a különbség? A fideszes nagymama és a DK nagymama unoka féltése között. Mi a különbség? Semmi. Higgyék el, semmi különbség nincs. Az, hogy vitatkoznak, és miről van szó, azban lehet óriási különbség, sajnos egyébként. De hogy félteni az unokáját, a nagymama, az nem politikai alapon félti, hanem unokája is félti. És meg akarja menteni, és így tovább. Tehát most csak azért mondtam, lehet, hogy vannak rossz példák is ezzel szemben, de alapvetően az is meggyőződésem, hogy amikor Orbán Viktor kétharmaddal győzött az elmúlt választásokon, az nem azért volt, hogy mindenki, aki beigszete, szereti őt személyesen. És nem hiszi el, amiket irkálnak róla itt-ott-ott, hanem azért, mert az a politikai irány, az a stratégiai irány, amelyet képvisel, és ha kell, szemben áll, ha kell, mellé megy és lavíroz is, az megvan. Itt van ez a nyomorult akkumulátor történet. Ami nagyon jó sztori egyébként, taktikailag a másik oldal szempontjából. De megint egy picit emelkedjünk fölé a stratégiának, a stratégia irányába. Jelenleg Magyarországnak nincs saját gazdasága, stabil gazdasága, hanem van egy német követő gazdasága. A német gazdaság lejtmenetben van, és bármelyik pillanatban összeomlik. Bármelyik pillanatban. Akkor önök nem kapják meg a nyugdíjat. Önök nem kapják meg a fizetésüket, mert nem lesz miből, hisz a gazdaság nem fog működni. Ergo kell egy alternatíva. És Orbán ebben most azt kell mondjam, hogy jól lépett. Hogy mi az az alternatíva? Azt sajnos nem mi mondjuk meg, hanem az, aki az alternatívaként meg föl tud bukkanni. Ez pedig a kínai, koreai akkumulátor például, meg gumi, meg ilyen őrületek. De ez arról szól, higgyék el nekem, hogy legyen nyugdíj. És még egyszer mondom, nem lobbizok a Fidesz és a kormány, mert nem vagyok tagja, nem kérdezik meg a véleményemet. Tehát
semmi okom rá, hogy elkötelezett legyek, de a hülyeség mellett sem vagyok elkötelezett, és a jó mellett viszont igen. Tehát az Orbán ma azon dolgozik, tetszik vagy nem, jó a megoldás vagy nem, mondjuk taktikai értelemben, hogy stratégiailag Magyarországot meg kell menteni. Azért, hogy a semlegességünk aránylag megmaradhasson. Mert ha nem ez történik, akkor tudják mi lesz? Majd megkapjuk a hiteleket, a világbank rengeteg pénzt fog ide rakni. Ideig, óráig remekül fogunk élni, több lesz a fizetésük, mint most. De milyen ára lesz annak? Mindenünk el fog menni. Az a kicsi is, ami megmaradt. Tehát magyarul az elmúlt 30 év politikai bűne, ez nem egy politikusra vonatkozik, hogy a magyar gazdaságot nem építették ki tisztességesen, hanem elhittük, hogy a külföld beruházása az megoldás. Az oroszok tragédiája ugyanez. Ugyanez. Ott is külföldi beruházók jelentek meg az elmúlt 20 évben, ezért amikor az embargót bevezették ellenük, jól spekuláltak oda át, hát ha könyörgöm, én irányítom az orosz gazdaságot. Leállítom a gyárakat. Oroszország tétre bukott. Nem, mert azonnal reagált és átállt a saját belső rendszerére, például a hadi anyaggyártásra. Ugye? És ezért van most a nagy hisztéria, hát az orosz hadiipargyártás háromszorosa lett a két évvel ezelőttinek. Bocsánat. Az is lehet, hogy tízszerese, de többszöröse lett magyarul. Ugye egyrészt riasztó kifelé nézve, de másrészt egy öngól abból a szempontból, hogy magam ellen fegyverzem fel az ellenfelet, hiszen elvettem tőle a gazdaság működési lehetőségét. Magyarország nincs ebben a helyzetben, nincs ekkora hadiparunk sajnos, vagy hál' Istennek. Tehát nekünk a külföld maradt még egy jó darabig, és a külföld alternatívája ma a Távol-Kelet. Semmi más. Az araboktól Isten óvjon, ugye Amerika az ami, Nyugat-Európa elbukott, hát marad egy harmadik terület, ahol ebben lehet valami dolgot sárfálkodni. Nem lesz ingyen a kenyér. Ezzel is egyetértek. Tehát ezek a hatalmak nem azért jönnek és segítenek, mert jó szívűek, hanem ez az érdekeik így kívánják. Miért nem lépünk ki az Unióból? Hát nagyon egyszerű. Közben ütnek, vernek, már régen pénzt sem adnak. Miért nem lépünk ki? Tesszük fel a kérdését Pesti utcánk vagányaiként. Hát azért tiszteltem, mert a kínai, koreai nem azért jön ide, mert magyar, hanem mert unió tag vagyunk. És az itt gyártott kütyüjeit az unión belül úgy tudja eladni, hogy vámot nem kell fizetni rá, hogy most a közgazdászoktól egyszerűen fogalmazok. Szemben azzal, hogyha ő kívül, az unión kívül kezd gyártani, és ugye be kell hozni az eladandó árut. Nem. Hát idehozza az egyik legnagyobb kínai elektromos autógyárát. Hát vajon miért? Magyarországon egyébként ne vegyenek elektromos autót, ez csak a szerint kérdésem, ez ugyan, mint a készpénz, átverés, hölgyeim és uraim, óriási átverés. Egyszerűen azért átverés, mert tényleg nem működnek az elektromos autók, az akkumulátor lefagy, ha sokan tartják nyilván az elemeket a hűtőszekrénybe, könyörgöm, ne. Hát a hideg kiszívja az energiát az elemekből, ugyanígy kiszívja az akkumulátorból is. Tehát ez az egyik problémája az autónak, a másik, hát a távolságot most hagyjuk, sok-sok oka van. Kínában városnyi elektromos autó temetők vannak. Egyszerűen nem működik, 3 évenként ki kell cserélni az akkumulátort, 3-4 millió forint egy új akkumulátor. Nem ragozom, nagyon jó pofa, meg nem pufog ki. De mi az energia mérlege? Az előállításnak mi a háttere? Az akkumulátornak, az energiának, ugyanúgy az acélnak és mindennek, amit bele kell rakni. Ráadásul olyan technológiát igényel, amelynek a bányászatában a nagy része Kínában van, akik most a 17%-os exportról visszamentek 4%-ra. Hát a világ nagyon gyorsan visítani fog, mert a digitális ugye, rendszerekből hiányozni fognak bizonyos alkatrészek. Na most, ez csak mind azért pörögtem el ebbe az irányba, Davosztól egy kicsit távolodva, mert amikor a kormányaink döntenek, legyen az köztársasági elnökasszony, vagy kormányfő, és úgy tűnik, hogy az mi a csoda, akkor azért húzzuk meg az orrunkat, én is meghúztam, de aztán tovább lépek, mert nem tudom a többi információt. Tehát azért adjunk meg annyi esélyt a kormánynak, hogy több információja van azokra a dolgokra, amit mi egyébként be tudunk gyűjteni, meg gondolkodunk. Ezzel nem minősítek, hogy jó vagy rossz a döntés. Azt mondom, hogy igenis az információn belül lévve és a bizonyosan rendelkezve azért más formákat és döntéseket hoz az ember, mint hogyha csak a felszínt próbálja keresni.
Tehát én úgy gondolom, hogy nincs ott a helyünk, mert rossz a szimbolika, nem fogja meghálálni magát, ezt Ukrajnában pontosan láttuk. Ennek ellenére nem tisztem azt mondani, hogy jól vagy rosszul tette, és azért nem, mert nincs itt, hogy válaszoljon rá, hogy köszönöm, elnézést. Orbán miniszterelnök úr miért nem vállalja, hogy csak, ez idézőjelben van, ezt tudta elérni az EU-ban a hiterővel, az 50 millió hitellel szemben. Miért győzelemként hirdeti? Ennyi a kérdés. Nem... Olcsó választ akarnak? Meg kell írni Orbán Viktort. Mondj el! Én nem tudom. De annyit azért hozzá lehet tenni nyilvánvalóan, hogy az alkupozíciója jobb lett ezzel, hogy cirkusz volt előtte. Egyrészt. Másrészt azt kell mondjam, a remény hal meg utoljára. Tehát a kormányfő nem gondolkodhat abban, hogy fölrúgom a széket, mert pontosan tudja, hogy mi múlik rajta. A nyugdíjunktól kezdve sok minden, gyorsan hozzáteszem megint csak. Tehát ilyen szempontból ne irigyeljék a miniszterelnököt. Semmilyen szempontból ne irigyeljék, de így meg különösen ne, mert nem lehet 10 millió népszerű mondatot mondani, és nem lehet 10 millió népszerű döntést hozni. Még kettőt sem lehet, az egyik vagy másik oldalra nézve. Ezt ő végig gondolta nyilván, egy okos ember. Nyilván voltak tárgyalások, alkuk és egyebek. A remény pedig ott jelent meg, hogy ígéretet kapott. Egy, hogy nem a mi pénzünket adják az ukránoknak. Jó lehet, üres a büdzsé Brüsszelben, nem tudom, hogy akkor mit fognak adni. Kettő, a remény annak, hogy a mi 20 milliónkból valamennyi, nem csak 1 milliárd, tehát 20 milliárdból nem csak 1 milliárd, ami azért csak átjött, hanem sokkal több is át tud jönni, ami rettenetesen kell, hiszen a szociális támogatástól kezdve rengeteg olyan dolog van, ami most küldőjel és függőben van, nem lehet finanszírozni belőle a dolgokat. Tehát ebből a szempontból ismétlen nem csak, hogy nem könnyű helyzete van, de megpróbált egy politikai olyan fajta státuszba kerülni. Egyébként, hogyha nyugat-európai sajtóhíreket is nézünk, azért van egy-két normális gondolkodó, aki azt mondta, hogy mit hőzöngenek Orbán ellen, igenis komoly sikereket ért el. Ahhoz képest, hogy honnan indult, és ahhoz képest, hogy hova érkezett. Tehát, hogyha ezt politikailag nézzük, ha ezt úgy nézzük, hogy milyen egyéb alternatíva volt, vagy milyen nem, akkor ő tulajdonképpen igenis mondhatja magáról, hogy sikert ért el. Nekünk a siker nyilván kurusz magyaroknak az lett volna, hogy nem írjuk alá emberek, mert ez akkor ilyen konzekvens magatartás. Higgyék el, a politika nem ilyen. Annyival tudom kiegészíteni, hogy egy másik magyar közmondás, hogy aki időt nyer, életet nyer. Azért, ha jól tudom, az alkutárgya az, hogy 2 év múlva ezt majd fölülvizsgálják. No de addig, néhány hónap múlva fölállhat egy új összetételű európai parlament, meg bizottság. Én nem hiszek abban, hogy alapvetően ott pálfordulás történne, legfeljebb az arányok javulhatnak szerintem, mert amíg Soros Gyuri bácsi Brüsszelbe megy és úgy fogadják, mint valamikor Honecker Brezsnyevet, addig nagy változásokra nem számítok. De az is idő. 4-5 hónap alatt sok minden történhet. Az év vége felé meg ott van az amerikai elnök választás. Ha ez most nem is jut eszünkbe, de az év folyamán ez belejátszhat abba, hogy mi fog történni Brüsszelben. Én ezt folytatva, nem csak azért jöttem, hogy itt kérdésekre válaszol, magyarázkodjak, hanem azért, hogy kérjek önöktől. Mégpedig azt szeretném kérni, hogy akinek van Nyugat-Európában barátja, ismerőse, múltja, háttere, beszéljen velük. Most az emberek, ugye, ami történik, meg fognak sértődni a politikára. Logikus. Az első dühünkben azt mondjuk, hogy ez nekem nem kell. Egyik sem kell. Németországban az alternatív Németországot nem fogadják el. Tömegek. Azt mondják, hogy te is politikus vagy, neked sem fogunk hinni. Mit fog ez jelenteni az uniós választáson? Nagyon egyszerű képletet, nem mennek el választani az emberek. Viszont azok elmennek, akik be vannak idomítva ehhez.
Tehát amit kérnék önöktől tisztelettel, mi magunk is ezen igyekszünk dolgozni, bár minden olyan tévhitet szeretnék eloszlatni, és ezt itt most face to face mondom, és nézzék, hogy pirulok-e vagy nem. Mi nem vagyunk támogatott alapítvány. Hallok ilyeneket. Könnyű nekünk. Nem. Egyik napra a másikra, tengődünk, mint sok más is a civil világban. Ez az egyik vélemény. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ezt minket nem létrehoztak, hanem mi kinőttünk önökből. Bizonyos gondolatiság mellett. Na most, Európában ugyanezt történik. Nem pártok jönnek létre, hanem olyan civil rendszerek, úgy hívják, hogy patrióta mozgalmak és rendszerek, nyilván hallottak róla, amelyek egyfelől tagadják a pártokat, de pártok nélkül a mai alkotmányos rendben nem lehet hatalomra jutni ugyanakkor meg. Tehát van egy ellentmondás ebben. De amit ismétlem, mi azon dolgozunk kicsi stábbal, hogy a közösségi hálót bevetve nyilvánvalóan, tehát hogy elérjünk a nyugat-európa embereket, hogy könyörgöm, menjenek el szavazni. Nem mondjuk meg, hogy kire, nem beszélünk Orbán Viktor nagyságáról, meg a magyarság, semmiről nem beszélünk, csak egyet könyörgünk, menjen el, mert akit megsértettek, az nyilván a mostanira nem fog. Nem tudjuk, kire fog, szerintem nagyon sok kis párt fog bejutni így ugyanúgy, de ha az a tömeg, amelyik igazán érvényt tudna szerezni, hogy mit nem szeretne a jövőben, otthon marad, mint az előbb említett németek, hogy kire szavazzunk, hát nincsen más, akkor veszítünk. Akármit is csinál Orbán Viktor, vagy mi, vagy bárki itt Kelet-Európa közepén. Tehát azt kérem, hogy ebben segítsenek, ki a maga módján, lehetőségével és egyebekkel. Mert ez nagyon fontos tétel lenne, hogy Európa ne a traktorokon keresztül mutassa meg az erejét, hanem menjen oda, mert az Unióban gyakorlatilag eldöntik, hogy mi legyen Németországgal. Az Unióban eldöntik, hogy mi legyen az összes többi állammal. Ezért nagyon fontos, hogy kik azok, akik döntenek. Mert akik most jelen pillanatban ott vannak, nem hogy Európához semmi közük, a saját országukhoz, ahonnan beválasztották őket látható módon, semmi közük. Tehát milyen emberek ezek? Milyen emberek? Engedik tönkre menni az egyébként virágzó Európát. Tehát meg kell próbálni tenni ellene. Egyelőre egyet tudunk, hogy elmegyünk szavazni. Ez az egyetlen játéktere a demokratikus, úgymond világban fölépített struktúrának. És ugye ez most megadatik. Ugyanez vonatkozik egyébként Magyarországon az önkormányzati választásra. Egészen más taktikával támad az ellenség. Nem pártokat fog finanszírozni. A Fidesz ebben téved, mert azt látja, hogy nincs ellenfél. De könyörgöm, létrehoznak újabb közösségeket, folyamatosan alakulnak, vidéken, kis közösségek. Nem a régi NGO-kat engedik rá a tömegre, akiket már kitanultunk, hanem újakat fognak létrehozni. Nagyon, nagyon sok pénz áramlik be. Magyar értékben meg pláne nagyon sok pénz áramlik be a rendszerben a választás előkészítésére. Akiket meggyőznek, hogy jelen induljanak, úgymond, hát nem párt, hanem függetlenként helyi közösség támogatásával, és finanszírozzák, nem tudják, hogy kik állnak a háttérben. Tehát itt nem arról van szó, hogy ellenségét teszik a magyarral szemben, nem. Hanem csábítják. És aki helyi szinten azt mondja, hogy nem értett egyet az előzővel, mint hogy Fidesz vagy ellenzéke volt. És ezért elindulok emberek, akik engem támogattok, és van hozzá muníció, hogy ezt meg tudom tenni, el fog indulni. De majd jön egyszer csak, ugye Pelikán elvtárs effektus, amikor hát majd kérünk valamit, ha már támogattunk téged. Nem azonnal. Kezd el a munkát, épülj be, kezd a dolgot, és majd irányítunk. Meg fognak jelenni az LMBTQ aktivisták az iskolákban, és az önkormányzat megengedi. Aztán megjelenik a külföldi, mit tudom én, micsoda, befektető megfelvásárló az ingatlanban, és akkor az önkormányzat megengedi, mert hogy hálás, picit elnézést a cinikus mondatokért, de ezzel állunk szemben. És mindaz a politikai gondolkodás, aki ezt nem hiszi el, az nagyon fog tévedni. Na most, hogyan tudjuk ezt kivédeni? Hát sajnos nincs ellenpénzünk, hogy többet adjunk annak a jelöltnek. De van szánk, és van, hogy úgy mondjam, szavunk esetleg a helyi közösségeinkben, szerte az országban, akiknek ezt el tudjuk, vagy el akarjuk mondani, és el kell mondanunk. Tehát önök katonák. Nem győzöm hangsúlyozni. Majd harcolni elmegyünk, még akik emlékszünk, hogy kell elsütni a puskát, ha ráad szükség lesz rá. De mindenki másnak nem kell most a frontra tolongani, hanem azon a fronton kell helyt állni, ahol ő közössége van. És még egy mondat Andrea száján, hogy úgy mondjam, idézve, a családoknak kell megvédeni a gyerekeket. Nem a politikának. Felejtsék el,
Nem az iskolának, az csak rásegít, hanem a családnak. Ott kell megvédeni a gyereket a mindenféle befolyási sármenyelet, és nagyon keményen rá kell lépni a fütykösre, az a nagyszülőknek is. Nem kell békében élni a gyerekeinkkel feltétlen, ha hülyeséget csinálnak, hanem segíteni kell, hogy ne tolják el az életüket. Most ezt megint azért mondom, hogy háborúnak egy formája. A hadseregben való részvétel egy katonai kihívása. Tehát önök a katonák. Önök fognak nyerni. Nem a Fidesz, nem a politika, nem Orbán Viktor, hanem önök. Ők csak végrehajtják azt, amit önök megnyernek. Ez a lényege a politikának ma. Köszönöm szépen!